Jó reggelt mindenki! Ezer év után valahogy egy videó próbál készülni. A reggeli kórálás, állatrendezés az enyém és a Zsuzsié. Ma kezdtünk a kalamboknál és a kacsáknál. Itt érkezik Zsuzsi a nyuszikhoz. Itt vannak a kacsák. Csörögnek, forognak, elég sárba vannak. De ilyen az idő, most nincs amit csináljunk mi velük. A kacsáktól rövid hullámon átrobogtunk a másik galambokhoz. Hello! Sziasztok, csajok! Hey! Ideges vagy? Ide is adunk nekik kaján. Amit látjátok, itt van két picske is. Innen megyünk a tyúkokhoz. Hát gyerekek, itt iszonyú sár van nálunk. Fene, hogy egye meg. Nem akar sem megfagyni, sem felszáradni nem tud, mert annyira nincs jó idő. Kicsit be vagyok rekedve, meg vagyok én is ülve. Hello, csajok! Most kicsit fordítva csináltam, egyszer kiengedtem, de beszeretnék enniek tenni. Na, az úgy jó lesz nektek most. Ide is tettem. Na meg a sár miatt, hogy ők ilyen sárban vannak itt az udvarban, mindig ki vannak engedve a nagy udvarba és hátra a kérbe, szóval az egész világ az őéké, mert sajnáljuk itt bent tartani. Besegít nekünk Hajnalka is, reggeli turbó dízel bekapcsolva. Itt ez a három nyuszi, ő hozza ide a kaját nekik, az ennivalót. Közben egy kis baleset. Ügyes kis segítség. Itt vannak a gerlék. Kedvenceim. Nagyon szeretem őket. Szia Morzsi! Ma reggel az enyém az állatgondozás. Így a csajok nagyon keményen besegítnek nekem szerintem. Félnek, hogy nem tudom elrendezni őket rendesen. Ott Eszter. Ő a vízé felelős. Hello! Ahogy mondtam, az egész világ fel van adva a tyúkoknak, tehát itt mindenhol járkálhatnak. Az egész udvaron. És itt gyenge videós vagyok, ahogy látom, elnézést. Itt van a kakasunk. De itt hátul, a nagy kertbe, meg egészen elől a virágos kertemnél mindenhol járnak. Tyúkok, kutyák, nyúlak, kacsák, minden apró állat el van rendezve. Most vágtatunk sebesen a kecskékhez. Nos, folytatnám a videómat. Valami nem tetszik nekem ezen a kamerán. Egy pillanat. Most van jól. Mivel nem tudom, az én videómból biztos nem tudjátok, de a férjeméből és a lányoméből biztos láttátok. A kecskék két fele vannak osztva, mert ezek a nagy szultánok, ezek eléggé rossz félék a kisebbekkel, és nem engedik enni őket. Ezek a nagyok, tehát a nagyok, hát amelyikek rosszabb indulatúak, ők itt vannak. Azt már nem videóztam, amint hoztam be a szénát, meg ők vernek le, meg jobbra-balra. Nem szeretnék egy hosszú, unalmas videót. Hú. Szóval ők itt bent esznek, már nem engedjük ki őket, hiszen rossz idő van, sár van, minden. Egyél te is ügyesen, úgy látod. Ide még tiszta vizet hozok, és megyek át a másik kecskékhez, mert hogy ott van egy új kecske, amit meg akarok mutatni. Hello, Töpi! Hello, Tyuki! Ő a Zsuzsi, ez a kis fekete. Meg ez a három másik, fogalmam nincs, hogy kiké. Lényegében mind a miénk, de azért megvan a privát gazdája mindegyiknek. Ők most szénát kaptak, de majd később vágok össze neki káposztát, és azt majd a csajok odaadják. Ő a kicsi Ricsi. Ő az enyém, kis kedvenc bolyhoskám. És ismételten elmondom, mielőtt bárki belekötve, a kutyák kötve vannak nálunk, muszáj kötve legyenek, főút mellett lakunk, és nagyon rossz a szokásuk. Kiválnak a kerítés alatt, vagy kiugornak, és nagyon mérgesek. Tehát képesek volnának, hogyha valakit olyan elkapnak, megharapni.
nem szeretnénk problémát. Ezért csak akkor vannak a kisasszony is például elengedve, amikor felügyelet alatt van, vagy esetleg éjjel, hogyha ne ad Isten kiszökik, akkor mégis észreveszünk és megfogjuk, mielőtt baj történne. Lehet balettezni nyugodtan, így, ó, de jó pozolsz, ügyes vagy. Amúgy ilyen hosszú dróton van, végig tud menni a kapuig, meg vissza. És nos, ahogy mondtam, van egy új kecske, nem szeretnék reklámozni, ezért ezt így forgatom. Tetves, úgy vettük észre az este, amikor elhoztuk. Beraktuk a többihez, de nem szeretnénk, hogy elkapják a többiek. Mivel Zsolt dolgozik, ezért a felelősség az enyém, hogy tető ellen le fogom kezelni. És jön a nagy igazság pillanata, ta-na-na-na. Itt van. Nem te vagy a kecskésztér. Szia, cica, hova mész? Ő az új kecskénk. A legszebb. Hát azt mondjuk, de mindegyikre azt mondjuk, hop-hop. Még fél. Amúgy nagyon szerint, csak most meg kell szokni az új helyet, kecskéket. Hello, csajok. Na, ő a gyáva csapat. Itt van a gyáva csapat, ahogy mondtam, túl vannak az idegesek. Kicsit aki crossfélék döfölődnek. Ez itt a csendes nemzedék. Persze Zizi, ő megmutassa, hogy ő hiába gyáva, de új kecske között ő is képes támadni. Szóval esznek. Itt is meggyúrtuk a jászó, hogy ott tudjanak enni. Nevet ki, most miért veszed ki a szénát? Nem kell adni, mert ő megkapja a jászolyba. Térjünk a lényegre, Zsuzsi megfogja a kecskét. Szia kicsi nefi! Szia kicsi bogán! Amúgy ő még fejős. Van neki kicsi jó, nézd oda. Kicsi jó, ez nem kicsi, mert ez elég szép, nagy. Tőgye is jó, szép van. Nagy titkói, szóval. Na, de térjünk a lényegre, kezeljük meg, ami úgy működik. Ez ilyen, megvan a mennyiség, hogy mennyit kell tenni, és ide mi úgy mondjuk, hogy a marja, ide fogjuk a bőre közvetlen rátenni. Szóval szétszedjük a szőrét. Annyira biztos nem fog látszani, mert hogy elég sötét van. És ide ráhelyezzük. Picit megosztom, nem szeretném egy helyre, mert elég hideg. Lényeg az, hogy meg elpusztuljanak a tetvek, nem az, hogy jól van, ügyes voltál. Na, a neve Vivi, és azt mondom én, hoppá, hogy az én kecském, hát én most már azt mondtam, az Izi is az enyém, és ez is állítólag 2 hónapos vidózó. Aztán kíváncsi leszek, úgy van-e. Szóval most hamar még meg is fejem, ameddig a szervezete nem issza be a gyógyszert, mert utána a teje nem lesz ehető pár napig, és nézzük meg, hogy mennyit ad. Előrébb visszük, most nem viszem a fejőst a strandra, vagy a nyavajának mondják. Kicsiké, állítsd meg. Állj meg egy kicsit. Idegen a keze, lehet, ha én körmösebb vagyok. Annyira még nem bízunk egymás, hogy letegyük a bögrét. De már hajni alig várja, meg kustolja a tejet? Én is. Te is. Nem fogom teljesen kicsepegtetni, mert hogy, ahogy mondta a srác, akitől vettük 2 hónapos gidózó, és szeretnénk, hogyha lassan elapasztaná a tejet. Szóval nem fogom megcsepegtetni, csak így könnyedén megfejem. És minden este fogjuk fejni, csak most, mivel az este hoztuk, nem volt megfejve, ezért akartam most, aztán megfordítjuk, mert mivel mi dolgozni járunk. Reggel nem igen van idős, ha nem muszáj, akkor nem töltsük a fejéssel az időt. Neki meg mindegy, hogy reggel vagy este fejük. Nos, gyerekek, könnyedén kihúzva. Az igen, finom kecske. Hát itt egy fél liternél több van. Jó habos, friss még mazog, meleg. Jó, igen. Szóval ez a mi kis kecskénk elég jó, ügyesen beválik. Ügyes jó. A kicsi Vivike. Reméljük, hogy megszeret és megszokja a társaságunkat. Megállíthatod? Elfelejtettem, amit mondani akartam, de nem baj. Szóval itt így esznek a kecskéink. Engedjük Vivikét is, hogy menjen és próbáljon egy kicsit ő is enni. Barátkozzon a többiekkel, amúgy így elég picinek látszik. De ő ilyen vastag testű, tehát ilyen nagy testű. Magasnak nem magas, de ilyen kicsi zömök. Jó nagy pocia van, lábai, igen. Nagyon szeretem. Kicsi ügyes, remélem hamar összeszoknak a többiekkel, és nem fogják bántani egymást. Na, még egy feladatunk hátra van, Zsuzsi.
megyünk, és a kutyust hátul, mindig elfelejtem a nevét. Bundás. Bundás, nekem mindig Tapi. Egy kicsit tovább költöztessük oda a kertbe, ahol zöld a fű, mert elég jó nagy sárba van. Na jó, picit ide tovább költöztettük, ha itt se valami gyímos, tettünk neki száraz szénát, de most már egyelőre itt marad. Kicsit nézzük meg, hogy mit műveltek itt a tyúkok nekem a virágoknál. Folyamatosan itt szeretnek. Hes hátra! Hes-hes! Mentáimat, virágjaimat. Itt ezek kinyifantnak mindent nekem. Itt szeretnek ülni. Hes! Hes-hes! Hes-hes! Még egy utolsó pillantást vettünk az új kecskénél. A társaságra, lássuk, hogy mit csinálnak. Itt van ez a... Mindig elfelejtem, milyen fajta nyuszi. Ő egy nyüstén. Szia kicsike, te itt az ajtónál, ilyen vigyázva. Félsz még, ugye? Mit csináltok? Hello, mit csináltok? Szia Molly, hello. Szia kicsike. Igen, ő a mi babánk, ő egy kicsi. Na, cigehó. Nem szabad. Már megdöfte volna. Ő a bárányom. Nagyon szép lett. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Röviden, tömören. Remélem tetszett. Majd aztán még jövök újabb videóval. Tartsatok velem legközelebb is. Legyen szép hétvégetek. Sziasztok!